Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV, vagy Vivonatúra Televízió kedves nézőit. Huszárvágás adássorozatunkban Juhász Zoltánnal beszélgetünk itt a stúdióban, aki az elmúlt egy év munkájáról fog most beszámolni. Egy csodálatos film van a kezembe, vagy kezünkbe, 100 évvel Trianon után címmel, amit én tudtam az elkészüléséről, Drábik János is beszélt róla többször, és vártam, hogy majd valamelyik MTV csatornán meg tudjuk nézni, és valamiért a mai napig ezt nem tették meg, hogy Magyarországon a nemzeti kormány regnálása alatt, Trianon 100 éves évfordulóján semmiféle dokumentumot nem tudunk olvasni ezzel kapcsolatosan. Ez azért engem egy kicsit nem felbosszant, nem is mondanám, hogy érdekes, hanem nagyon sajnálatosnak tartom. És akkor ti vettétek a fáradtságot, pénzmorzsákból egy csodálatos filmet összehoztatok, amivel itt és most én szeretnénk bemutatni. Ez egyénileg elérhető, de reméljük, hogy hamarosan a fősorozatú média is venni a fáradtságot, hogy ezt a hiteles dokumentumokra épülő filmet bemutassa. Mi volt az indítatás? Hogy jöttetek össze? Kikkel készítettétek? Meg erre az egészről légy szíves. Hát köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a VNTV nézőit. A filmnek volt egy rövid előzménye, még 19-ben kezdtem el egy forgatókönyvet, amelyik egy ébresztő filmnek készült volna, és arról az elmúlt 6000 évről szól, ami alatt az életkultúrája és a halálkultúrája viaskodik egymással, és ugye kezdetben az életkultúrája uralta az emberi társadalmakat, jelent meg egy ilyen kis szösszenet, és már megfordult ugye ez a szerep, kör, és... Ez fejtsd ki egy kicsit, mert nagyon érdekes az életkultúra, halálkultúra. Igen, mert hogy hát 6000 éve folyik a háború. Azt megelőzően nem volt jellemző, hogy az emberiség háborúskodjon. Azért nem nagyon akarok belemerülni, mert majd ez egy következő filmben még elő fog jönni. Mert most már Nimrodról beszélünk, igaz? Egy kicsit. Igen. Nos, ezzel foglalkoztam, és erre körülbelül egy évet rászántam, 3/4 évet, ahogy a forgatókönyvét elkészítsem a filmnek, mert hogy egy olyan filmet képzeltem el, amelyik sok helyszínen játszódik, sok szakértő szólal meg benne, elmondja maga kis területén a legfontosabbakat, és ezekből a legjelentősebb mondatok össze vannak rakva, de látványos, nézhető filmet szerettem volna. Igen, ám, de kiderült, hogy nem kapunk rá pénzt, mert azért ez ennek komoly költségvetése lett volna. 19. június 4-én a Kossuth téren találkoztunk Drábik János úrral, aki felismert és odahívott, és készítettünk vele egy riportot. Majd másnap talán telefonon keresett azzal, hogy ő neki van Trianonról egy szövegkönyve, és hogyha mi ezt feldolgozzuk és filmet készítünk belőle, akkor ezt odaadja nekünk, mert a Duna Televíziónak nem adta oda. És hát ez nekünk nagyon megtisztelő volt. Nem adta oda, vagy nem kérték? Kérték, de... Mert hogy most még nem akarják levetíteni. Az egy másik, az Emma Jánosnak a filmje, hanem a Jelenszky Istvánnak a filmje, ami egy 6 órás film, és hát ott nem tudom pontosan, hogy mik vannak a háttérben. Mi nem keresünk a Duna Televízió kapcsolatot ennek a filmnek kapcsán. Nos, tehát röviden a történet, Jánosról kaptunk egy gyönyörű szövegkönyvet, és akkor nekiálltunk átkonvertálni forgatókönyvé, és akkor azt gondoltam, hogy az a szövegkönyv, az a forgatókönyv, amit én erről a 6000 évről írtam, annak is egy jelentős állomás az első világháború kitervelése, kirobbantása, megszervezése, hiszen az az erő, amelyik addig csak részletekben tudott uralkodni, az első világháború megszervezésével tudta kiterjeszteni a hatalmát az egész világra. A mai napig. A mai napig. Tehát ez egy jelentős fordulat, vagy pont, vagy egy jelentős forduló pont az emberiség történetében, és akkor gondoltam, akkor ezt világítsuk, meg ezt járjuk körbe. Két nagyon fontos célunk volt a filmmel, hogy olyan filmet készítsünk, ahol, amit a fiatalok is megnéznek. Tehát és itt a végén 2,5 órás filmet, de most már többször megtapasztaltuk azt, hogy 18-20 évesek leülnek és nézik a filmet, és bár először vonakodnak egy kicsit a hosszától, de aztán
végignézik, mert nem tudják abba hagyni. A másik nagyon fontos cél volt, hogy olyan filmet készítsünk, ami az egész világon leköti a nézők figyelmét, kelettől nyugatig. Most már 8-9 nyelven le van fordítva a film, és van visszaigazolás kubai. Bocsánat, miért fontos az, hogy a világ megtudja, hogy mit tettek a magyarsággal? Egyrészt, igen, hogy mit tettek a magyarsággal, erről mi az elmúlt évtizedben, amikor engem ez a téma kezdett érdekelni, mindig csak nyugdíjas klubokban hallottam. Tehát, ha valamilyen Trianon megemlékezésre elmentem, akkor azt láttam, hogy az átlag életkor az 60 és gyöngyös között van. Szóval, és mindig kérdezgettem az idősebbeket, hogy hol vannak a gyerekek, hol vannak a fiatalok. És most az volt a feltett szándékunk, hogy egy olyan filmet csináljunk, hogy a fiatalok is megértsék. Uh-huh. És aki megnézi, az meg is érti, azt gondolom. Uh-huh. Van egy kérdésem. Ugye egyfutában azt hallom, hogy nemzeti kormányunk a magyarság érdekeit képviseli. Valóban rengeteg futballpályát építünk külföldön, meg sok jó dologban is részt veszünk, pont. Miért nem volt fontos az, hogy egy... Mert hogy lehetne Trianon kapcsán keresgetni, tehát a jogi formulákban is 100 év után felül lehetne az egészet bírálni, hogy semmit, azaz semmit nem tettek ez ügyben, illetve egy ilyen film, ami a Trianonról szól, dokumentálisan, tehát semmi érzelem, hanem dokumentálok alapján. Abszolút. Miért nem szerepelhet ez a magyar televízióban, bármelyik csatornán? Tehát ez ki vagyok akadva, mert ugye azt mondtuk, hogy a első világháborút előkészítő erők a mai napig irányítják a világ sorsát. Ezt Rábik János barátunk úgy szokta fogalmazni, hogy nem háttérhatalmat, államok feletti hatalmakról beszél, de mi meg se próbáltuk. Tehát ez egyszerűen azt mondja nekem, hogy a ma regnáló nemzetinek mondott kormány sem tudja ezt véghez vinni, és annyira beszarjak, direkt használtam a kifejezést, hogy még ezt a filmet sem merik fölvállalni. Bizony. Hogy végre elkezdjünk erről a dologról beszélni. Egyrészt a film elkészítése előtt, mikor elkészült a forgatókönyv, akkor ami tényleg szépen, szakszerűen össze volt csomagolva, akkor ezzel kedves barátaink segítségével több helyre bekopogtattunk hivatalokba, mert hogy nemzeti kormány van, és akkor azt gondoltuk a filmalaphoz, és ide-oda próbáltunk innét-onnét. János is nagyon biztatott bennünket, hogy biztos, hogy fogunk kapni valami állami pénzt. Hát nem kaptunk, de sőt, hát ez még csak az egyszerűbb, hogy nem kaptunk, de hát például a Szabó Ervin könyvtárba szerettünk volna forgatni, és nem azt mondták, hogy nem lehet, hanem miután bejártuk a helyszínt, és kértünk egy ajánlatot, akkor 400 000 forintot kértek óránként. Hát olyan feltételeket támasztottak, hogy biztos, hogy nem tudjuk vállalni. Aha. De például az Országház könyvtárában nem is forgathattunk, tehát azt elutasítottak bennünket. Szóval nagyon sok ilyen volt már a forgatás ideje alatt. De nem támogattak bennünket azok az egyéb szervezetek se, akik egyébként úgy magukat nagyon nemzetinek tartják. Tehát semmilyen támogatást nem kaptunk a film. Magánszemélyek önzetlen 5000 forintjából készült el. Uh-huh. Aztán elkészült a film, és akkor vártuk azt, hogy majd talán most, mert letettük az asztalra. Uh-huh. A Nemzeti Filmiroda megvizsgálta a filmet, kiadta a jóváhagyását, tehát forgalomba lehet hozni, feltette az archívumba, de ráírta, hogy 18 év alattiak nem nézhetik meg. 4 oldalas indoklást kaptunk arról, hogy mennyire összezavarhatja esetleg a még nem kialakult világképpen rendelkező fiatalokat, hogyha megnéznek egy ilyen filmet. Azt hittem, Kumbéla a műbörk alapja megzavarta volna őket kicsit. Pedig történelem tanárok nézték meg a filmet, és mindenki, aki megnézte, azt mondta, hogy szeretné bevinni a középiskolás gyerekeknek, a negyedikeseknek, hogy ebből kellene felkészülniük a vizsgára. De hát 18 éves korhatár besorolást kapott, aztán elküldtük a kész filmet, illetve amikor az első vetítés volt, akkor küldtünk mindenféle sajtóorgánunknak meghívót. Jobbra-balra, válogatás nélkül senki nem jött el. Aztán mindenféle személyes kapcsolatokkal... Ilyen, hogy Magyar Demokrata, Magyar Hírlap, ezek sem? Senki.
Tehát aha, néma csend van róla. Tehát a mai napig is. Az, hogy a hogy is mondjam, a liberális oldal az miért hallgat róla, azt megértem azért, mert nem tud belekötni a filmbe. Tehát annyira dokumentum alapú, hogy, hogy és annyira nem vádaskodás, hanem tényszerű, hogy nem tud vele mit csinálni. Jobban jár, ha hallgat róla, mert ha esetleg beleköt, akkor rövidebbet húzza. Ez nem a mai magyar szabadkőművességnek az erejét titulálja, hogy minden fórumon, tehát ők nincsenek sehol, de ha megnézzük, akkor a sajtó összes posztján, az intézkedők összes posztján, aki pénzt adhatna, a Szabó Ervin könyvtárba, ott van az emberük, aki bizony azt mondja, nem mondhatunk nemet, mondjuk nekik 400 ezer forint óránként, és így tudják. Itt van egy dübörgő kérdés a fejemben, a végén kellett volna föltennem. Rengetegen nézik a VNTV-t Erdélyben, Felvidéken, Szerbiában, Magyar. Hogyha megrendelik a filmet, elkülditek oda nekik? Hogy igen, hogy természetesen, sőt már nagyon sokat kértek is. Talán még az előbbi gondolatot befejezvén, igen, hogy elküldtük a filmet linkkel, szóval, hogy megnézheti újságíróknak, és nem akarok neveket mondani, aha, minek felesleges, a nemzeti sajtónak, megnézték a filmet, és utána közölték, hogy ezt mi nem tudjuk vállalni. Mert hogy többet mond ki, mint amit nekik szabad kimondani és felvállalni. Tehát ez is egy ilyen önmagukat leleplező pillanat, hogy a sajtó, a hivatalos sajtóban dolgozók, vagy a politikumban dolgozók azok hát azt teszik, amit nekik megengednek. És nem tőlünk kérnek erre engedélyt, hanem az, aki kezében tartja a világot. Na most a filmből készül DVD, és ez a kérdésedre, most az előző kérdésedre a válasz. Ehhez létrehozunk mi egy kulturális alapítványt, a Proa Kulturális Alapítványt, és ennek van Proa. Ezt most kiírnánk ide, jó? Hogy... Proa Kulturális Alapítvány, és ugyanezen a címen található a weblap is, proa.hu. És ott tudnak filmet rendelni. A Proa az a hajó óra, amelyik töri a hullámokat, és a spanyoloknál, és hát azért ez a spanyol szó, mert a film minőségét kedves barátom Dávid Gyula hozta létre, aki 45 éve operatőr, de ebből 40 évet Venezuelában töltött, egy igazi fantasztikus ember, egy zseni, és hogyha nem Venezuelában tölti az idejét, vagy hogyha esetleg rest lenne szombaton dolgozni, akkor már lehet, hogy Oscar-díjat kapott volna, mert hogy egy fantasztikus operatőrről van szó. Mekkora duma volt ez, hogy nem lenne rest szombaton dolgozni, mindenki érti ezt a dolgot. Igen, igen, igen. De egyébként ennek kell marhára véget vetni. Van kis magyar fotóművész, kiskölyök, elment színművészetire fölvételizni, és mondták neki, hogy vagy judeo-keresztény, vagy barátom, vagy meleg. Ez a kettő kitétel. Nagyon durva ez a dolog. De judeóból is, keresztényből is inkább a judeó legyél. És akkor föl vannak háborodva, hogy miért szeretnének a nemzeti médiában kicsi változás, mert az összes olyan pozícióba valljuk be, hogy azért róluk szól ez a kis film, amit elkövettek első világháború kapcsán, és ezeknek a reprezentásai már a sajtóban, igazságszolgáltatás, akár az egészségügyben, katonaság, van, rendőrségnél, igen, mindenütt ott vannak, és nem feltétlenül szabadkőművesnek kell lenniük, hanem egyszerűen félnek az igazság kimondásától. Közben, amíg nem mondjuk ki az igazságot, és ez itt ennek a beszélgetésnek a tanulsága, addig sajnálatos mondani nem tudunk tovább menni, mert addig csak gyűlöletbeszéd lesz jobbról és balról. Ki kell mondani, gyerekek, ez volt, nem ezt szeretnénk, más szeretnénk most már, az életre és nem a halálra tennénk föl a dolgot, mert ez tökéletesen jól látható, hogy megfordult a világ, és egy ember-embernek farkasa című világot alakítottunk ki, és ebben mindenki benne van, tehát mi is részesei vagyunk, és amíg az életünk az egy pokoli kanosszajárás, addig ne várjunk más, mint ezeket a dolgokat, tehát hogy az Isten embernek kell visszatérnie, aki nem haragra gyűlöletre született. A DVD nyitólapjára az egyik, illetve több nézőnket idézve tettük ki azt a mondatot, hogy egy film, amelyet minden magyarnak látnia kellene. Na most ez a film, ez csak akkor fog sok ember elé kerülni, hogyha mi, akik elkötelezettek vagyunk, egymásnak adjuk és segítjük az útját.
Szerencsére már vetítgetik, illetve most, hogy némi korlátozást ugye engednek, most június 4-én le tudjuk vetíteni Pomázon a Magyar Várban, nyílt térben, tehát ez azt jelenti, hogy akár 500 ember összejöhet, és nem kötelező oltási igazolvány, mert hogy ez egy komoly szűrő lenne, hát mi se tudnánk elmenni. Igyekszünk korábban egy pár nappal kitenni ezt a filmet, hogy... És kérjük a nézőket arra, hogy segítsék a településükön megszervezni a filmvetítést, mert azt tapasztaljuk, hogy amikor összejön 50-80-100 ember és együtt nézi végig a filmet, akkor utána nem akar elmenni. Beszélgetnek végre. Muszáj, igen. És ott vannak még egy órát, mert annyira hatás alá kerülnek, és... Tehát ezt most fogalmazzuk meg. Tehát minden magyar nemzet iránt elkötelezett polgármester, polgármesteri hivatal, kultúros, akinek van egy filmvetítési lehetősége. Ma már digitális módon odaviszünk egy projektort, és fehér vászon van mindenütt. Így van. Ezt hajlandó megszervezni, elmentek oda, így van. És levetitek nekik ezt a filmet, és utána a közönség találkozót. És ott maradunk az emberekkel beszélgetni, mert rengeteg érdekes gondolat jön, és az embereknek és érezni is kell, hogy... Érdemes lenne ebből utána ollózni, ha adják az arcukat, nevüket, mert ugye a félelem a másik óriási nagy úr, hogy az igazságot már suttogják, nem sokára már a háztetőkről fogják üvölteni, de még mindig félnek kimondani az igazságot az emberek. Mert azt hiszik, hogy egyedül vannak, pedig nem. Így tehát van, ezt kell megmutatni, hogy nem vagyunk egyedül, és mi sokkal többen vagyunk, és egymásra kell, hogy találjunk. Ebben segít ez a film nagyon sokat. Hát mi is az életre és a boldogságra fizettünk be, és nem a pokoli kanoszajárásra. És ha követitek a mi életutunkat, 15 évet csinálod, mert 10 év óta, töretlen a jó kedélyünk. Tehát bármilyen hülyeség van, most a világban aztán bőven van hülyeség, de a belső meggyőződés, a belső felébredés az elég erős, akkor semmilyen vihar nem tud már bennünket elfújni. Egy nagyon fontos információt még hadd adjak át, hogy a filmnek elkészült már az angol feliratozott változata, a francia, a román, most van befejezés alatt a német, a spanyol, az orosz, a szlovák és a szerb, de készül a japán fordítása is, egy japán csapat, magyarul tudó japán csapat, kedves barátunk vállalta ott Japánban, hogy lefordítja, aztán megmutatta egy véletlen folytán tájföldi barátainak a filmet, az angol feliratozott filmet, és a tájföldiek beleszerettek a filmbe, egyrészt magába a filmbe, másrészt a magyar nyelvbe. És most készül a tájföldi fordítás, a tájfordítás, és a tájföldiek ragaszkodnak hozzá, hogy utána szószedetek legyenek, hogy a magyar megfelelők, hogy a magyar fogalmak, szavak és a táj megfelelők. Tudod, mi ezért hagylak utána, hogy a génjeink, amikor a hangjaink által formálódnak, de ott az ősiség a japánokkal, ezekkel az ázsiai népekkel, és akkor meghallják ezt a szöveget, és valami DNS szinten elindul bennük. Igen, ez történt. Ez történt. A japán barátunk lepődött meg a legjobban, hogy ezek a tájföldiek most mit tesznek annyira ezen a magyar nyelven? Hát igen. És de a dél-amerikai kontinensen is most már többen megnézték, és nekik is, tehát olyanok, akik nem az európai kultúrába születtek, és őket is lekötötte a film, nekik is tetszik, és most többen nyilatkozták ezek közül, hogy most neki állnak egy kicsit a történelmet jobban bogarászni meg, hogy akkor mit is jelent ez a magyarság, meg hogy én is van ez a magyarokkal. Ez egy nagyon fontos küldetése a filmnek. Pap Gábor előadását és nagy tisztelettel köszöntöm, hogy idézhetek tőle. A magyarságról beszélt, hogy hány nemzedék óta, hány évszázadokon keresztül, évezredek keresztül szerették volna a magyarságot elpusztítani. A törököktől kezdve most az osztrákok, a tatárok, stb. És mi itt vagyunk, és itt is maradunk. Tehát ez a jó hír mindenkinek, aki magyarnak született, ez nem csak egy nyelv, nem csak egy államforma, hanem valami olyasfajta küldetéstudat, amit valamiért az életigenlésről szól, és persze mindenki, aki a sátáni dinasztiát akarja erősíteni, a sajnálatos módon nem szereti ezt a fajta életérzés gondolkodásmódot, de tudjátok, hogy ez fog fennmaradni, mert ez viszi tovább az életet, a másik vonal csak a kipusztulást.
és mi erre fizettünk be, meg ti is, akik VNTV nézők vagytok, meg CMM nézők, meg Hun TV nézők, és nagyon jó kis filmet csináltunk, erről majd nézzétek meg, hogy a szövetkezett tévében milyen módon tudjuk egyesíteni az erőinket. Neked nagyon sok sikert. Ha tudjátok vásárolni a filmet, ezzel támogatjátok egyébként, hogy a következő jellegű filmek is elkészüljenek. Magyarság 5000 éves történetét azért, én most kaptam egy könyvet egyébként, fantasztikus, majd lehet bemutatom, hogy 5000 évvel vissza, mondjuk az Arvis úr is ezt nagyon szépen leírja. Igen. Arról se sokat beszéltünk még. És arról sem készült még méltó film. Így van. Így van, így van. Hát ez most az egyik rejtett szándékom. Tehát még ezzel el se készültünk már, amikor megfogalmaztam azt, hogy az ősnyelvről kellene talán egy hasonló filmet készíteni, mert hogy az, hogy az ősnyelv, meg hogy van egy közös nyelv gyökere az emberiség által beszélt nyelveknek, az talán érdekes lehet. És akkor már nyomozunk benne, hogy vajon a német nyelv honnét származtatja magát, az arabok honnét származtatják a nyelveket, és akkor nagyon érdekes dolgokra jutunk majd a film vége felé. De aztán az élet ezt felülírta, mert jött ez a koronavírus, és hát ez a korona, ez egy érdekes korona. Nekünk pedig magyaroknak van egy másik koronánk, ugye egy angyalok által hozott korona, úgyhogy valójában most a következő film, amire erősen készülök, az ezt a kettősséget fogja bemutatni. Ugye egyértelmű, hogy maga a koronavírus milyen energiát és erőt képvisel. Igen. És megjelenik a másik azonnal az angyali, ami fölülírja ezt az egészet, mert az emberiség nem tudná túlélni ezt a dolgot, hogyha ez a másik erő nem jelenne meg. És ez egy kivételes lehetőség, azt gondolom, hogy a magyar Szent Koronáról és a Szent Korona értékrendről, erről az csodálatos értékről úgy beszéljünk, hogy ez az egész világ számára érdekes legyen. Mert hogyha a koronavírus mellé tesszük a korona, mint választási lehetőség az emberiség számára, akkor ezt megint csak meg fogják nézni távol-keleten is, meg napnyugaton is. És most már ehhez a filmhez ráadásul segítőket kaptunk keletről is, nyugatról is, tehát ez egy koprodukciós film, ez ami még tovább erősíti. Persze tudjuk azt, hogy ehhez sem fogunk állami támogatást kapni, és semmilyen pénz alatt. Akkor engedjük el ezt a hitrendszert, mert óriási közösséggel rendelkezünk, akik folyamatosan szeretnének segíteni, és mindig keresik az utat. Ha el kell készülni, a filmnek el is fog. Igen, de ezt letettétek az asztal, ez nem kis dolog, morzsákból, ugye? Mert egy ilyen magyar film elkészítéséhez több száz milliót adnak, ti meg 6 millióból csináltatok egy 2,5 órás igényesen vágott, világított filmet, azért ezt el kell mondani. Egy utolsó gondolat, hogy Garjajevről hallottál, aki a szavak a mentális programozása révén képes gyógyítani, tehát milyen fontos a magyar nyelv. Ide kapcsolnám Massaro Emuto munkáját, aki a magyar szavakat fotózott le, és azt mondta nekem, hogy figyeljetek oda minden kimondott szavatokra, gondolatotokra, mert ti vagytok a legerősebb formáló nyelv, ami a vízstruktúrát meghatározza bennünk. És Garjajev ugyanezt csinálja, hogy a gyógyító mondatokkal, amit az arcunk alapján készít el, hamarosan az özvegye vendégünk lesz, csak tudjátok. Ugyanerről beszélünk, hogyha a nyelvet erősítjük, akkor ez a fajta gondolatiság is ugyanúgy erősödni fog a világban. Mi nem tudjuk befejezni, csak abba hagyni. Én nagyon köszönöm, akkor kiraktuk a címét, ahol a filmet elérik, és remélem egyszer majd eljut annyira a jogdíj, hogy a világnak is be lehessen mutatni, és hogyha a magyar média úgy döntene, hogy a magyarság 100 éves szenvedéséről, amit Trianon jelent, mégis érdemesnek tartanák ezt a filmet bemutatni, akkor szerintem a szerzők nagy tisztelettel és szeretettel. Azért várja. Egy hőst hadd említsek meg, a Komló TV hívott fel bennünket még március 15-e előtt, hogy szeretnénk március 15-én levetíteni a Városi Televízióban. Aha. Elmondták, hogy nincs pénzük, nem tudnak érte adni egy fillért sem, mert hogy ők is támogatásokból tartják fel egyáltalán a Városi Televíziójukat, és hogy odaadjuk-e, természetesen odaadtuk.
tehát március 15-én Komló TV, Komló városa már levetítette, és amennyiben más helyi kábel tévék, városi televíziók jelentkeznének, akkor természetesen velük is meg fogunk tudni egyezni, állapodni. Mert szeretnénk, hogyha minél több ember látná a filmet. Akkor a Szövetkezet TV-be, ha valakit meghívnék társadalmasnak, az pontosan a Komló TV lenne. Nagyon jó barátom Magyar Feri, akit csinált a Privatizáció című filmet. Most Hogyan fosztották ki Magyarországot című így filmet, van. Amit úgy szintén még nem láttunk a fősodatú médiában, pedig nagyon jó lenne megnézni. Tehát itt vannak ezek az erők, itt ez a tudás, és hetekben beszéltem vele, hogy abba kell hagynia, mert a komlói önkormányzat megszüntette a Komló TV támogatását, és ő a saját pénzéből eddig tudta csinálni. Tehát nagyon nagy szükség van a nemzeti összefogásra, mert ezek az erők, amik téged is megakadályoztak abba, hogy a magyar parlamentben, a magyar könyvtárakban tudjál forgatni, ezek az erők mindenütt ott vannak, és lehetetlené teszik. És pontosan azáltal tudjátok megmutatni, hogyha például azt mondod, hogy na, akkor én fölvállom az én kis falumba, akár 80 száz embernek a 100 évvel Trianon után című filmet bemutassuk. Így van. Ennyi volt az ászló, köszönöm, hogy itt voltál, és csak úgy tudunk előrelépni, hogyha a közös fellépésben mindenki oda teszi magát, ahol tudja. Az ellenség úgy is teszi a dolgát, nem? Így van. Aztán tegyük mi is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, még egyszer ismételem magam elnézést. VNTV-t láttatok korábbi adásainkat a YouTube megosztó portáján, illetve van egy saját weboldalunk, a vntv.hu, ott látjátok a közel 2000 filmünket, amit az elmúlt 14 évben létrehoztunk. Viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt lehettem. Én is köszönöm. Viszontlátásra. Szóltam.